Ilyen képet mutat ma Tamási Város polgármesteri hivatala. És ilyen lesz, amikor véget ér az intelligens hivatal pályázat. Az elkövetkezendő években az átalakulás nem csak az épület látképében és a belső tereiben megy végbe, de érinteni fogja a környezetét, no és a hivatal teljes számítógépes rendszerét is. Az intelligens hivatalnak az előkészítését, az építési engedélyezési terveit, kiviteli terveit meg tudtuk kezdeni, és az idejében pedig a közbeszerzési eljárást is meg tudtuk indítani. A fejlesztési folyamat érinteni fogja majd az energetikai rendszert is, és az épületen belül helyet kap majd egy úgynevezett városablak is, mely a kormányablak mintájára szolgálja ki az ügyfeleket, és ahol a közszolgáltatással kapcsolatos ügyes-bajos dolgaikat intézhetik. Az építkezés azt is jelenti, hogy hamarosan a Városháza minden dolgozójának új helyre kell majd költözni az átmeneti időre. Az idei év közepén, nyár végén megkezdődhet a kivitelezés, és ez másfél-két évet fog jelenteni. De erre is előkészültünk az idei év során, minden ügyintézőnknek megvan a megfelelő hely. Azok, akik ügyfeleket fogadnak, azok természetesen a városközpontban kapnak helyet, ott kerestünk nekik helyet. Elérhetőek lesznek, megközelíthetőek lesznek, tehát az ügyfelek ebből nem fognak semmi hátrányt érezni, hogyha mi ebből az épületből elköltözünk. Ha minden a tervek szerint zajlik, két év múlva egy megújult városközpontban a műemléki védettség alatt álló épület jellegének megőrzése mellett a kor követelményeinek megfelelni tudó korszerű polgármesteri hivatala lesz Tamási városnak.